A hét egyik felében ez Irene tanterme, amelyet a nővérével is megoszt. A koronavírus járvány miatt a spanyol diákosztályát két csoportra bontották, és felváltva járnak be az iskolába. A 15 éves lány eddig számára ismeretlen gondokkal is szembesült. Mondjuk a matek leckét rosszul oldod meg, mert a könyv alapján azt hiszed, hogy úgy kell megcsinálni. Aztán másnap az osztályban rájössz, hogy rossz, és az egész előző napi gyakorlásod teljesen felesleges volt, mondja. A virtuális tanrendhez való alkalmazkodáson kívül időnként az elektronikus eszközök működtetése is kihívást jelent. Nincs minden tanteremben kamera, néha nem szólnak a mikrofonok vagy a hangszórók, pedig az otthonról tanulóknak is ugyanolyan joguk van részt venni az órákon, mint akik bent vannak az iskolában. A spanyol szülők egyre jobban tisztában vannak az oktatás problémáival. Sokan aggódnak, és arra panaszkodnak, hogy szerintük a tanév nincs megfelelően megtervezve. Nem tanulnak meg mindent, amit kellene. Ez főleg azért ijesztő, mert jövőre kezdik a középiskolát. Attól is tartok, hogy kedvetlenek lesznek, mert most nem éri őket annyi élmény, mint a járvány előtt. A tanév kezdete óta 169 spanyol iskolát kellett bezárni, ezek harmada még nem nyitott ki. Az oktatási szakszervezetek adatai szerint az eddig bezárt 1100 tanterem felében jelenleg sincs még normális tanítás. A helyzet 120 ezer diákot érint, eltérő mértékben. A társadalmi különbségek alapján növekszik a szakadék. A hátrányos helyzetű tanulók egyre jobban lemaradnak, mondta egy oktatási szakértő. Kiemelten fontos lenne biztosítani, hogy minden diáknak legyen megfelelő eszköze a távoktatáshoz, és ők is és a tanárok is jól ismerjék a szoftvereket. Az Euronews tudósítója szerint a távoktatás hiányosságai komoly gondokat okozhatnak Spanyolországban, ahol amúgy is a legmagasabb az iskolai lemorzsolódás az Unióban. Madrid.